ellenzéki összefogást, egy összefogást, amely véget akar vetni annak a világnak, amely most Magyarországot Zsákutcába vezeti. Többek között annak is véget akarunk vetni, hogy egy történelmi hamisításra épüljött Magyarország nemzetünk. Ezért ebben az összefogásban a választások után a megalakuló koalíciós kormányban az Együtt PM Szövetség azt a kezdeményezést fogja tenni, hogy egy széles, alapos nemzeti konzultáció alapján állítsunk fel egy méltó holokauszt emlékművet, amely tisztába teszi Magyarország felelősségét. Ebben a kérdésben elszámol a múltjával, leszámol a bűnökkel, levonja a tanulságokat, és lehetetlenné teszi, hogy megismételjen a történelem. Mi egy olyan országban hiszünk, és egy olyan országot fogjuk csinálni, amely világos üzenetet küld minden magyar polgárnak, nemre, korra, származásra, vagyoni helyzetre tekintet nélkül. Magyarnak magyartól félnie nem kell. A magyar állam feladata, hogy minden magyar polgárt megvédje. Meg fogjuk védeni minden polgártársunkat, hogy itt ne kelljen többé, soha félre. Ez az üzenete annak, amit a mai tiltakozással képviselünk, ez lesz az üzenete annak az emlékműnek, amelyet a választások után megfelelő helyen felvédünk.